Tisza Kálmán miniszterelnöksége. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Töttös Gábor vagyok. Ez a Pártok és Kormányok a dualizmus szolgálatában című leckének a második része, amelyben meglepetésszerűen Tisza Kálmán miniszterelnökségéről lesz szó, azaz 1875-től 90-ig tartó időszak Magyarországon. A két képen mind a kettőn Tisza Kálmán látható, az egyiken még nem miniszterelnök, a másikon pedig már nem miniszterelnök. A kettő közti szakaszt fogjuk megnézni az életéből. Természetesen egy picit azért kitekintünk az előzményekre, megnézzük, hogy milyen reformokat hajtott végre az országban, és hogy ezek milyen hatással lesznek majd a későbbiekre. Gyertek, tartsatok velem, igyekszem érdekessé tenni. Tisza Kálmán élete. Mielőtt belemászunk abba, hogy mit tett a miniszterelnöksége alatt, nézzük meg, hogy mit tett Tisza Kálmán az addig eltelt években. 1830-ban született, és ennek következtében egy picit meglepő, hogy már a 48-as forradalomban is szerepet vállal a kormányzatban. Nyilván nem túl nagy szerepet, hiszen 18 évesen azért ezt nem lehet tőle elvárni. Valamiféle fogalmazóként működik közre. Aztán még az Országos Honvédelmi Bizottmányban is ott van, és Debrecenben is elkíséri ezt a testületet. Ennek következtében a 49-es vereséget követően emigrációba kényszerül, de aztán egy másfél év után haza tud térni. Az elkövetkező években, ugye nyilván az 50-es évekről beszélünk itt a Bach korszakról, túl sok babér nem terem neki, egyébként a többi magyar politikusnak sem, hiszen a neoabszolutizmus alatt erre nem nagyon volt lehetőség. 1859-ben azonban már hallatja a hangját. Egyrészt a protestáns pátens ellen tiltakozik, másrészt pedig az októberi diplomával kapcsolatban fejti ki a nézeteit. A protestáns pátens az uralkodó által kiadott rendelet, amit egyébként az osztrák kultuszminiszter Leo Thun készített elő, ugye neki köszönhetjük az érettségit is. Szóval ez a protestáns pátens erőteljesen korlátozta volna a magyarországi protestánsok, elsődlegesen itt persze a reformátusokat kell érteni, jogait. Az evangélikusokat is korlátozta volna, csak hát ők azért lényegesen kevesebben vannak, mind arányban, mind pedig számban. A reformátusok nagy számban vannak, főleg a keleti, észak-keleti részben, illetve ugye Erdély területén. Maga Tisza Kálmán is egyébként református vallású. Felszólal ez ellen a protestáns pátens ellen, miként egyébként több más politikus, és így viszonylag gyorsan már a következő év elején visszavonásra tudják szorítani ezt a rendeletet. Az októberi diplomával kapcsolatban is kifejti a nézeteit, és ezek lesznek azok a lépések, amelyek következtében ismerté válik, megismerteti magát a politikai életben. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkor még éppen csak, hogy úgy körülbelül 30 éves, tehát nem egy idős emberről van szó. Az 1861-ben kezdődő országgyűlésben a Határozati Pártban foglal helyet. Nem nagy meglepetés, hiszen az ő nagybátyja az a Teleki László, aki vezeti ezt a Határozati Pártot egészen a haláláig. A tragikus halála, ugye az öngyilkosságát követően pedig maga Tisza Kálmán fogja vinni tovább ezt az irányzatot. Sőt, képviselőházi alelnöki tisztet is betölti, meglehetősen fiatalon. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a négy nagyszülője közül a három a Teleki családból származik. Tehát egyedül az apai nagyapja a Tisza, az apai nagyanyja Teleki, és az anyai nagyszülei is mind a ketten a Teleki családból származnak. Hát mondjuk úgy, hogy rokon házasság, de természetesen ez nem látszik meg sem rajta, sem az ő utódain. 1865-től 75-ig a balközép pártot fogja vezetni. Ugye ez a balközép párt az a párt, amely az 1868-ban kiadott bihari programból is következően többé-kevésbé elutasítja a kiegyezést. Nem teljes egészében zárkozik el előle, csak mondjuk a közös ügyekkel nem feltétlenül ért egyet. Ezt az irányzatot viszi Tisza Kálmán egészen addig, amíg 1875-ben létre nem jön a Szabad Elvű Párt. Ezzel a Szabad Elvű Párttal fog majd ő tulajdonképpen kormányra kerülni. Ez ugye az akkor már meggyengülő Deák Pártból, illetve a balközépből jön létre. A balközépnek a kompromisszumra hajlóbb embereiből, illetve a Deák féle mozgalomból, vagy a Deák Pártnak az embereiből. És ezzel a Szabad Elvű Párttal fog majd ő a
kormány élére kerülni, Wenckheim után. Wenckheimnak egy viszonylag rövid idejű kormányzat jutott, 1875. márciusától októberéig, és 1875. októberétől 1890. márciusáig lesz ő a miniszterelnök. Ez idő alatt hosszú időn keresztül egyúttal a belügyminiszteri pozíciót is ellátja, van, amikor király személye körüli miniszteri pozíciót is ellátja, tehát eléggé sok oldalú az ő munkája. Még annyit csak róla, hogy az ő fia lesz majd az a Tisza István, vagy az ő fia az a Tisza István, aki majd később Magyarországnak miniszterelnöke lesz, és ugye eléggé jelentős szerepe van a világháború kapcsán, de ez nem ehhez a leckéhez tartozik. Tisza Kálmán miniszterelnöksége. Az 1875-től 90-ig tartó miniszterelnöksége alatt, és egyébként utána is, Tisza Kálmánt a generális, azaz a tábornok néven emlegették. Ez volt a mondhatjuk úgy, hogy a gúny neve, a híveit pedig mamelukoknak gúnyolták. A mamelukok, eredetileg egyébként mamlúkok, az Oszmán Birodalomban azon belül is, leginkább az egyiptomi területen elterjedt, eredetileg rabszolgákból kialakuló testőrség, illetve elitharcosokat jelentette, akik elvtelenül, gyakorlatilag minden fenntartás nélkül teljesítették az uralkodónak az elvárásait, és éppen ezért gúnyolják Tisza híveit is mamelukoknak, mert hogy mindenféle Tisza agyából kipattanó reformot gátlástalanul keresztül vittek az országon. Tisza Kálmán alatt megy végbe tulajdonképpen a polgári állam kiépítése Magyarországon. Beszéltem már a korábbi videóban arról, hogy ez már megindult a szabadságharc leverését követően az 50-es években, meg a 60-as évek elején is, de ekkor teljesedik ki teljes igazából. Ezen a dián a közigazgatási reformokkal fogunk foglalkozni. Elsődlegesen azzal, hogy megszüntette a kollektív kiváltságokat. Hát milyen kollektív kiváltságokról beszélünk? Ez egy picit meglepő lehet, mert nem nagyon szoktunk beszélni, vagy úgy diszkréten elhallgatjuk, vagy nagy vonalúan megfeledkezünk arról, hogy a középkorból eléggé sok terület kiváltságokkal rendelkezik, kollektív jogokkal. Hogyha időben nézzük, akkor a székelyekkel kell kezdeni, természetesen Erdély keleti felén, Székelyföldön, aztán a szászokkal, Barcaságban, Királyföld területen, aztán utána ugye a jászok, kunok, bocsánat, egy picit arra elcsúsztam, tehát jászok, kunok meglepő módon a kunságon meg a jászságon, illetve a hajdú kerületek. Ezek a területek rendelkeztek területi autonómiával, kollektív jogokkal, és ezeket a kollektív kiváltságokat szüntette meg Tisza Kálmán, és tagolta be tulajdonképpen ezeket a területeket is a magyar vármegye rendszerbe. Tehát, hogyha ránézünk erre a térképre, akkor látjuk, hogy itt már igaz, hogy mondjuk három szék még felfedezhető elnevezésként a székely területnél, de ez már vármegyét jelent. Eddig nem voltak ott vármegyék, eddig székek voltak. Tehát az egész területet felosztotta vármegyékre, és ennek következtében jóval nagyobb befolyással tudott lenni. A vármegyéket is átalakította, a megyei önkormányzatokat modernizálja, méghozzá oly módon, itt az alsó ábrán lehet ezt megfigyelni, ugye ez a baloldali, ez a régi, ez még a Nemesi vármegye, amelybe beleszólása volt a helytartó tanácsnak, a főispánt az uralkodó nevezte ki, az alispánt pedig, mely is a választott tisztségviselőket, bocsánat, a nemesség, tehát a birtok, vagy a vármegyében birtokkal rendelkező nemesség választotta meg. Természetesen ez, mint ilyen, mint a helyi nemességnek a helyi nemesség akaratának a megnyilvánulása, ellenpólust tudott képezni a hatalommal. Hát erre nem volt szüksége Tiszának, meg igazából Ferenc Józsefnek sem, ezért átalakította a megyét. A főispán továbbra is tehát föntről érkezik a kinevezés, és az alispán pedig továbbra is alulról érkezik, bár ugye már igencsak kibővült a választók köre, cenzusos választók vannak. Ami érdekes, hogy a tisztségviselőket is fentről nevezik ki, méghozzá ezek fizetett alkalmazottak. Igen gyakran gentrik vállalják ezt a feladatot, akik ugye most már végre feladhatják a passzív ellenállást,
innen, tehát itt a nemesség választotta meg a tisztségviselőket, és nyilvánvalóan olyanokat választott, akik nekik megfelelőek. Itt most már az új polgári vármegyében, hogyha így tetszik, föntről érkezik tehát a kinevezés. Ennek következtében jóval kisebb mértékben tud a helyi akarat megnyilvánulni, arról nem is beszélve, hogy ugye itt már nem csak nemesek szavaznak, hanem gyakorlatilag mindenki, aki meg tudja választani, vásárolni magának a szavazójogot. Ugye megfelelő adó befizetéséről beszélünk, tehát nem pénzen vett választójogról, hát végül is mégiscsak pénzen, de nem direktben kell fizetni érte. És ennek következtében tulajdonképpen le tudja csökkenteni az ellenállást, azt az ellenállást, ami a korábbiakban olyannyira jellemző volt a megyék részéről. A vármegyék ellenállását nem csupán az előbb említett reformok gyengítették, hanem az, hogy létrehozza azokat a közcsendi intézményeket vagy hivatalokat, amelyek aztán biztosítják nem csupán a köztörvényes dolgoknak a betartását, hanem a politikai visszafogottságot is. Mit értek ez alatt? Hát ugye a városokban létrehozott rendőrség, illetve a vidéken, falvakban létrehozott, felállított csendőrség nem csupán a gonosz tetteket akadályozza meg, hanem odafigyel az ellenzéki hangokra is, hogyha esetleg valaki nagyon hangoskodik, akkor ezek a csendőrök egy picit rá tudnak nézni a körmére, mert hogy eléggé komoly jogokkal rendelkeztek, és nem nagyon mertek megkérdőjelezni senki az ő fellépésüknek a jogosságát. Természetesen, mivel mind a rendőrök, mind a csendőrök az államtól, a kormányzattól kapták a fizetést, logikus, hogy ehhez lesznek, vagy ezekhez lesznek lojálisak, és egyébként sokkal kevésbé a helyi lakossághoz. Még akkor is, hogyha egyébként a döntő többségük a parasztokból lett verbúvába, mármint a csendőröknek a többsége. Ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon biztos megélhetést és nagyon stabil létet biztosított a számukra. Nem csupán a közbiztonságot erősítette meg Tisza Kálmán, hanem a közegészségügyet is kiépítette vagy kiterjesztette. Körzeti orvosokat hozott létre, pontosabban nem az orvosokat, hanem a praxisukat hozta létre. Körorvosnak hívták egyébként, illetve közkórházakat építenek és bővítenek. Szülővárosomban, Szekszáron is ebben az időben bővítik nagy nehezen egyébként a vármegyei közkórházat. Így már talán 120-160 beteg ellátására is képes lesz, tehát nem a mai viszonyokban kell gondolkodni. Nyilván a lakosság is kisebb volt, de jóval korlátozottabb volt az egészségügyi ellátás, de még így is sokkal több ember hozzáférhetett, mint ezt megelőzően. Ugye a közkórház, illetve a körzeti orvosi funkció biztosítja azt, hogy majd a demográfiai robbanás érvényesülni tudjon Magyarországon is, azaz ezek is nagymértékben hozzájárulnak az egészségügyi viszonyok növekedése által a népesség gyarapodáshoz. Kibővíti a postaszolgáltatást. Szinte minden településre felhúznak egy postahivatalt, egy postaépületet, hogy ezáltal jobban bekapcsolják az adott települést a nemzet vagy az ország vérkeringésébe. Inkább az országot mondjunk, hiszen ekkor még mindig körülbelül 50% csupán a magyarság aránya, tehát nem feltétlenül nemzetállamban kell gondolkodni, sőt, a legkevésbé sem nemzetállamban. Az ítélkezést is megerősíti, mármint a bírói hatalmat is megerősíti. 1879-ben jelenik meg a Csemegi Kódex, ami az első magyar nyelvű büntető törvénykönyv, és amely egészen hosszú ideig, egészen az 1940-es, sőt bizonyos esetben 60-as évekig fennáll, és akkor is csupán ugye a kommunista ideológia miatt kell átírni, illetve kivonni a forgalomból, kiválóan alkalmazható hosszú időn keresztül. Ez egy nagyon komoly lépés. Ugyanakkor a közigazgatástól független bíróságok azt eredményezik, hogy az ítélkezés elfogulatlan legyen, és hát senki se vádolhassa meg azzal a bírói testületet, hogy a kormány javára hozná a döntéseket. Az esküdbíróság bevezetésével egy olyan intézmény jön létre Magyarországon, ami nekünk egy picit azért főleg mai szemmel szokatlan. Ja, az amerikai filmekből megismerhetjük az angol száz ítélkezést, ahol nagyon sok esetben esküdtek döntenek. Itt is erről van szó ebben az esetben.
12 független, természetesen adófizető polgárról beszélünk, akik végső döntést meghozzák az ügyben. Eleinte csupán sajtóperekben alkalmazzák ezt, ami biztosítja a sajtószabadságot. Azért tudja ez biztosítani a sajtószabadságot, mert tekintve, hogy független emberekről van szó, nem az állam fizeti ezeket az embereket, hanem a saját munkájukból élnek. Az állam nem tud beleszólni az ítélethozatalba, ezért független lesz az ítélet, és ezért gyakorlatilag az állam nem tudja korlátozni a sajtószabadságot. Ha ránézünk ezekre a gúnyrajzokra, az ebben az időben igen népszerű Borsszem Jankóban jelenik meg, hát a baloldali ugye Tisza Kálmánt, mint cirkusz idomárt ábrázolja, így jellemzi az egész országgyűlési ténykedést, meg hogy körülbelül milyen szerepe van, és a jobb oldali is. Egyébként eléggé gyakran ábrázolják a politikusokat állatformájában. Ez még egy nagyon hízelgő, mert van itt a kutyától a disznóig, meg a vízilóig minden, meg zsiráf, tehát mindenféle állatként ábrázolják. A vén oroszlán egyet mozdul, és mind megfutnak a nagy hősök. Ugye ez jellemzi azt a keménységet és szigort, amivel a kormánypártot igazgatta, és amivel keresztül verte a reformjait Tisza Kálmán. Nos, hogyha ez nem tetszett Tisza Kálmánnak, hiába indított sajtópert, hogy méltatlanul ábrázolják. Hogyha a 12 független polgár úgy dönt, hogy ez még belefér, akkor nem tud mit csinálni. És ez egy nagyon-nagyon tisztességes dolog, hiszen az átlagember véleményét kérdezik, vagy az átlagembert kérdezik ki, kérdezik meg arról, hogy szerinte ez túlzás, vagy nem túlzás. Úgy gondolom, hogy manapság sem ártana bizonyos esetekben ezt alkalmazni, de hát elvileg nem a Tisza kormányt időszakát éljük. A 19. század végétől ugyanakkor ez az esküdbíróság nem csupán sajtóperekre terjed ki, hanem a súlyos ügyekben is így fognak ítélkezni, ami eléggé meglepő. Azért meglepő, hiszen nem jogismerő emberekről beszélünk, hanem hétköznapi emberekről, és ők döntenek a legsúlyosabb ügyekben. Ez az angol szász mintát követi, azóta persze ezt tudjuk, hogy eltörölték. A Tisza kormányzat következő csomagja, amit megvizsgálunk, az az oktatással kapcsolatos döntések. Mielőtt ebbe belevágunk, azonban nézzük meg az 1868-as népiskolai törvényt, amely még értelemszerűen az Andrássy kormány alatt jött létre, és ahhoz a báró Eötvös Józsefhez kötődik, aki már az első független felelős kormányban is kultuszminiszteri pozíciót, azaz vallásért és közoktatásért felelős miniszteri pozíciót töltött be. Ez a népiskolai törvény végre valahára bevezette az általános tankötelezettséget Magyarországon. Meg is látszik az eredménye ennek a törvénynek. 1869-ben a 6 év feletti lakosságnak a 64%-a írástudatlan, és szépen csökken ez az arány, 1900-ban már csupán 40%, és 1910-ben a 6 év feletti lakosságnak csupán az 1/3 írástudatlan. Mondhatnánk, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon szép folyamat, ez kétségtelen, és nagyon jó tendencia, egyébként tovább fog majd folytatódni, ez főleg majd a Horthy korszakban a Klebelsberg tevékenységek következtében. De hogy egy kis összehasonlítást tudjak tenni, jellemzően az osztrák tartományokban mondjuk olyan 15-20% közötti az írás tudatlanság aránya, Csehországban körülbelül 8% az írás tudatlanság aránya a felnőtt lakosság körében, tehát így a 6 év felettiek körében 1900-ban. Igaz ugyan, hogy Romániában meg 85% feletti az analfabetizmus, tehát valahol ugye kettő között helyezkedünk el. Egy picit későn indultunk neki, ez látszik a lemaradásunkon, a nyugathoz képesti lemaradásunkon, de még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint más országok. Miről szól ez a törvény? Itt próbálom szépen pontról pontra elemezni. Első paragrafus. Minden szülő vagy gyám, ideértve azokat, kiknek házában gyermekek, mint mestertanítványok vagy házszolgák tartatnak, kötelesek gyermekeiket vagy gyámoltjaikat nyilvános iskolába járatni életidejük 6. évének betöltésétől egészen 12. illetve a 15. év betöltéséig. Nagyon egyszerű, tankötelezettség 6-tól 12 évig. Ha a szülő, gyám vagy gazda a tankötelezett növendéket az iskolától visszatartja,
ebbéri kötelességének teljesítésére komolyan figyelmeztetendő. Ugye már azért már ennél sokkal, sokkal jobb módon figyelnek, és komolyabb szankciókat is kirónak, például mondjuk a gyermektartás vagy egyéb segélyek elvétele, de kötelessége mindenkinek ugye már ekkor is iskolába járatni a gyereket, nem annyira veszik még szigorúan ezt a dolgot. Ugye nem várható el, hogy egyik pillanatról a másikra ez megoldódjon. A háznál tanult növendékek évenként vizsgát tenni kötelesek, valamely megfelelő nyilvános tanintézet illető tanítói előtt. Ugye azt kihagytam az első részből, hogy ha nevelésükről a háznál vagy magánintézetben nem gondoskodnak, akkor kötelesek iskolába járatni. Tehát fennhagyja vagy meghagyja a lehetőséget azt a törvény, hogy otthon tanuljon a gyerek. Mi évről évre vizsgáznia kell. Ebből a szempontból a mai köznevelési törvény egy picit szigorúbb, és csak kivételes esetben, elvileg csak kivételes esetben engedélyezi a magántanulói státuszt. Itt ez egyáltalán nincsen szigorítva vagy korlátozva. Ha valaki otthon tanul, hát otthon tanul. Elnézve a jelenlegi tendenciát a közoktatásban, nem lennék meglepődve, hogyha egyre többen választanák majd ezt az utat, ezt az évenkénti vizsgával, de ne szaladjunk ennyire előre. A népoktatási tanintézetek az elemi és felsőbb népiskolák, polgári iskolák és tanítóképezdék. Na ez rendben van, oké. Népoktatási nyilvános tanintézeteket a törvény által megszabott módon állíthatnak és fenntarthatnak a hazánkban létező, és most lesz a fontos, hitfelekezetek, tehát egyházak, társulatok és egyének, községek és az állam. Tehát meghatározza, hogy kik tarthatnak fenn iskolákat. Ugye eddig jellemző módon azért többségében egyházi iskolákról beszélünk. Hogyha megnézzük ezt a diagramot, akkor mondjuk 1869-ben van 13.500 egyházi iskola, ami szépen majd egy picit még ugyan növekszik a tankötelezettség bevezetése miatt, de aztán majd elkezd csökkenni, mert hogy megjelennek viszonylag nagyobb számban, vagy egyre nagyobb számban az állami elemi iskolák. Tehát ugye 1800 előtt, mondjuk 1775 környékén indul meg, lehet, hogy egy picit később az állami iskolák jelentős szerepe, és 1910-re már 3000 környékén van az állami iskolák száma. Hozzáteszem, hogy még ekkor is van körülbelül 12.000 egyházi iskola, tehát az elemi oktatás, az általános iskola, az továbbra is inkább az egyház kezében van, ebből látszik. Az elemi iskolák száma szép gyarapodást mutat. Erről majd mindjárt később beszélünk, hogy miért is. A hitfelekezetek, és akkor ugye most korlátozza, hogy mit kell megtenni annak, aki iskolát akar fenntartani. A hitfelekezetek mindazon községekben, hol híveik laknak, saját erejükből tarthatnak fönn és állíthatnak föl nyilvános népoktatási tanintézeteket. Az ilyen tanintézetek felállítására és fenntartására híveik anyagi hozzájárulását a saját képviseletük által meghatározandó módon és arányban, amint addig szokásban volt, ezen túl is igénybe vehetik, ez korrekt, tehát azt a pénzt használják föl rá, amit csak össze tudnak szedni, azon intézetekben, na és ez lesz számomra, ez eléggé jelen pillanatban fájdalmas, a tanítókat és tanárokat maguk választhatják, azoknak fizetését maguk határozhatják meg, a tankönyveket maguk szabhatják meg, és a tanítási rendszer és módszer iránt is intézkedhetnek a következő feltételek alatt, hogy iskolai épületeik építésére és alakítására nézve a jelen törvény rendeleteinek eleget tegyenek, tehát ugye a megfelelő iskolai épületben kell lenni, hogy a törvény szakaszait, melyek a fiú és leánytanulók elkülönözéséről, az egy tanító által tanítandó gyermekek számáról 80 diák, a tanító képességéről és más nemű foglalkozásáról szólnak, szintén szem előtt tartsák. Ami ebből nekem igazán tetszik, az, hogy megválaszthatják a tankönyveket, megválaszthatják a tanítási rendszert, megválaszthatják a tanítási módszert, a tanító személyét, vagy a tanár személyét, és igazából gyakorlatilag hatalmas nagy szabadságuk van. Nyilván a szintet el kell érni, nem szabad koedukált oktatást folytatni, hogy ne zavarják egymást a diákok egy bizonyos életkor felett természetesen, és ugye nem szabad túllépni ezt a mágikus 80 diákot. A mai világban ez elképzelhetetlen. A mai világban 80 diák egy tanárra, az értelmezhetetlenül sok. Ebben az időben azért volt ez kivitelezhető, mert egy picit nagyobb volt a fegyelem.
egy picit nagyobb volt a tanárok eszköztára, és a szülőknek is eléggé nagy volt a hatók vagy hatásköre. Tehát, hogyha mondjuk kapott egy pofont a diák a tanártól, akkor általában azért nem egyet, hanem akkor mindjárt párosával, az otthon is megkapta a párját, hogyha kitudódott. Ebből feljelentés, meg ilyesmi természetesen nem volt. Ezzel nem azt akarom kijelenteni, hogy erre vágyom, hogy verjük a gyerekeket mi tanárok, vagy szülőként verjük a gyerekeket, csak azt mondom, hogy könnyebb volt fegyelmet tartani, mert fizikai erőszakot is alkalmazhattak, nem csak ez emiatt, és mert ennek következtében valamint a státusz és pozíció miatt megvolt a tanároknak a megbecsülése. A falusiak tudták, hogy a tanár alapvetően az, aki hozzásegítheti a gyereket ahhoz, hogy kiemelkedhessen abból a sorból, amiben ők vannak. A tanár nélkül ez nagyon nehezen menne. Így becsülték meg a tanárt. Hát, mára ez is megváltozott. Nem minden esetben, de azért nagyon nagy eset, vagy nagyon sok esetben. Most a népiskolai törvényt követően nézzük, hogy mi az, amivel ténylegesen a Tisza kormányzat hozzájárul az oktatáshoz. Hát ugye a már említett állami iskolák felépítésével és létrehozásával állami elemi iskolákat hoznak létre, középiskolákat hoznak létre, gimnáziumokat ugye hoznak létre, és új egyetemeket létesítenek Debrecenben és Pozsony városában, Kolozsvárott és Zágrábban is létesítenek egyetemet. Ezek közül ugye majd a pozsonyi és a kolozsvári természetszerűleg, nyilván a zágrábi is el lesz csatolva Trianon után, a pozsonyit költöztetik aztán majd Pécsre, a kolozsvárit pedig Szegedre, hogy megmentsék az oktatásnak a színvonalát és a lehetőségét, de ezek az egyetemek ekkor jönnek létre, és hát meg is látszik egyébként a későbbiekben, hiszen a magyar szellem a dualizmus korában, meg egyébként a két világháború között is gyakorlatilag a csúcsra ér. Rengeteg Nobel-díjas, rengeteg tudós, rengeteg hatalmas nagy alkotás, találmány és irodalmár történész, gyakorlatilag végeláthatatlan a tudósaink sora. Mindez az oktatásba fektetett pénznek köszönhető, meg az oktatásba fektetett energiának köszönhető. Igen, jól halljátok, most egy picit kampányolok az oktatás mellett. Nem ártana egy picivel nagyobb figyelmet fordítani ennek, de ez már nem a dualizmus kori történelemnek a sara. A véderővita, azaz Tisza Kálmán bukása. A véderővita egy olyan vitakör az 1800-as évek végén, ami újra és újra eléri a Magyarország gyűlést, mert hogy egyre aktuálisabb és mindig égetőbb és sürgősebb lesz. A véderővita természetesen a nevéből következik, hogy a véderőről szól, azaz a hadsereggel kapcsolatos országgyűlési vitákat foglalja magában. Ugye az országgyűlésnek van egy joga az újonc megszavazással kapcsolatban, természetesen az adók megszavazásával kapcsolatban, és ezt próbálják az ellenzéki politikusok kihasználni. Elsősorban azért, mert bár a hadsereg közös, az arculata természetszerűleg német. Ugye erről már beszéltem a korábbi videóban is, hogy értelmezhetetlen lenne a mindenféle nemzetiségnek külön kiadni a parancsot, hanem egyszerűen egy nyelven kell kommunikálni. Gondoljunk csak egy egyszerű foci csapatra, ahol 11 fő játszik, ott sem mindig megoldható, inkább így mondom, hogy mindenkinek a saját nyelvén kiabálják be az utasításokat, hanem jellemzően egy vezényleti nyelv van. Na most hát egy ilyen osztrák-magyar hadseregben ez a német, és a német arculat is ehhez kapcsolódik, tehát a színek, a minták, a sapkadíszek és a többi. Ez természetesen nem tetszik a magyar politikusoknak, elsősorban az ellenzéki politikusoknak, de tegyük hozzá, hogy a kormánypártiak közül is azért jó páran elégedetlenkednek. Ebből eléggé komoly belső viták fakadnak, ahogy ez az ábrán ábrázolva vagy meg van mutatva számunkra. Kezdjük itt a jobb oldalánál, hogy ugye háborús feszültség növekedése, fegyverkezési verseny. A 19. század végén járunk, amikor is ugye éppen alakulgatnak a szövetségek. Létrejött a kettős szövetség, hármas szövetség, francia, orosz közeledés tapasztalható, gyarmatosítási verseny.
úgy kezd feszülté válni, kezd robbanás közelévé válni a helyzet. Még azért nem tartunk ott, még nem az 1910-es években járunk, 10-es évek elején, amikor tényleg pattanásig feszülnek a viszonyok, de már érzi mindenki az új idők szavát, és elkezdenek fegyverkezni a nagyhatalmak. Szükséges ahhoz, hogy a nagyhatalmi pozícióját megtartsa az osztrák-magyar monarchiának is ez a fegyverkezés. Most ezzel a szükségesség, vagy ezt a szükségességet kihasználva próbálja az ellenzék a saját álláspontját keresztülvinni. Ez maga a véderő vita. Azt követelik, hogy magyar legyen a vezényleti nyelv, és a hadsereg jellege is sokkal inkább magyarabb legyen, mint hogy ez a közös osztrák-magyar. A magyar vezényleti nyelv az nehezen kivitelezhető. Arról nem is nagyon teszek említést, bár a korábbi videóban már volt szó róla, hogy a közös hadsereg, tehát a KUK hadsereg, a császári és királyi Kaiserliche und Königliche Armee, tehát császári és királyi hadseregben viszonylag azért kevesebben vannak a magyarok, mert a magyarságot inkább a honvédségbe sorozzák be. A honvédség ugye magyar vezényleti nyelvű és a többi, de az nem a közös hadseregről szól. A kormánypár természetesen a kormány és ennek következtében az uralkodó álláspontját szeretné keresztülvinni, szeretnének fejleszteni, haderőt fejleszteni, létszámot növelni, modernizálni, és ennek a költségeire is szükség van, az ellenzék pedig ezt megpróbálja megakadályozni. Obstruálják a kérdést. Az obstrukció az azt jelenti, hogy agyonbeszélik, végtelenül agyonbeszélik a vitákat. Konkrétan ugye erre azért van mód, mert hogy nincsenek megfelelő házszabályok, amelyek időlimitet adnának egy-egy felszólalásnak, és így nem gyakran órákon keresztül folyik a szónoklat. Ez gyakorlatilag értelmetlenné teszi a vitát, mert hogy szinte nem jutnak el a vitáig. Fontos problémák háttérbe szorulnak, és a katonai fejlesztés elmarad. És mindezt egy olyan világban, egy olyan környezetben, ahol az összes nagyhatalom fegyverkezik, az oroszok, a franciák, a britek, ez nem megoldás. Amikor Németország fegyverkezik, amikor Olaszország fegyverkezik, rendben ma, hogy éppen most a szövetségeseink, de ez nem mindig volt így, és valószínűleg nem is mindig lesz így. Tehát szükséges a fegyverkezés azért, hogy a nagyhatalmi pozícióját meg tudja tartani, ezért Ferenc József számára ez alapvető kérdés, ebbe fog majd hamarosan belebukni Tisza Kálmán. Konkrétan a bukását az fogja okozni, hogy ugye Ferenc József több újoncot szeretne, és még szeretné csökkenteni a magyar arányt az arculatban. Ez már Tisza számára sem kivitelezhető, Tisza számára sem elfogadható, éppen ezért egy olyan köztes utat választ, amivel úgy gondolja, hogy egy picit kedvez az uralkodónak, de mégsem köpi szembe a saját nemzetét, azaz csak az újoncokról nyújt be törvényjavaslatot, és az arculatot pedig nem módosítaná. Ezzel viszont, ahelyett, hogy mind a kettőnek eleget tenne, Tisza pont, hogy a két pad között a földre huppan, mert hogy elveszíti a támogatóit, az országban, a kormányban is eléggé nagy számban, tehát az ellenzék amúgy sem támogatta, és emellett elveszíti Ferenc József bizalmát is. Így szükséges a lemondása. A kérdés az már csak az, hogyan tudná ezt elegánsan megoldani, és megtalálja rá a módszert. Egy 1879-es törvény kimondja azt, hogy aki egy huzamosabb időn keresztül, tehát magyar állampolgár és huzamosabb időn keresztül nincsen, nem tartózkodik Magyarországon, az elveszíti az állampolgárságát. Van benne logika, lássuk be, hogy azért nem légből kapott ötlet ez. Még akkor is, hogyha ez leginkább az emigránsokat sújtja, többek között Kossuthot. Na most az elegáns pont, ahogy megtalálja Tisza a normális és korrekt lemondását, az pontosan Kossuth kérdése. Indítványozza, hogy Kossuth mentesüljön a törvény alól, és tarthassa meg az állampolgárságát. Ugye Kossuth Torinóban él, ekkor már a kutyát nem zaklatja, de a nép agyában még ott van, tehát továbbra is hatalmas nagy kultusza van, és hatalmas nagy nimbusza van. Kossuth
állampolgársáért kardoskodik. Természetszerűleg Ferenc József nem fogja megengedni. Hát ne felejtsük el, hogy Kossuth volt az még 1849-ben, aki Ferenc Józsefet megfosztotta a tróntól. Kossuth volt az, aki nem volt hajlandó azóta sem a békülés jeleit mutatni. Kossuth volt az, aki állandó veszélyt jelentett az elmúlt 30 vagy 40 évben a Habsburg kormányzatra. Nyilvánvalóan nem fog neki megkegyelmezni, és nem fogja az állampolgárságát meghosszabbítani Ferenc József. Ezt persze tudta Tisza is, de erre hivatkozva akkor, mint egy sértődés, vagy sértődve lemondhat, és nem csorbul a tekintélye, még akkor is, hogyha azért a kortársak is nagyjából tisztában voltak azzal, hogy honnan fúj a szél. A képen, itt a felső képen azt a pillanatot rögzíti az országgyűlésben a fotográfus, ahogy Tisza a lemondó beszédét mondja, mellette utódja, majd Bekerle Sándor, róla hamarosan lesz majd szó, illetve még egy apró kép a Borsszem Jankóból, a közkedvelt élt szlapból, az Obsitosok felirat. Tisza együtt menetel a szintén menesztett Bismarckkal. Kifejezetten humoros az Obsitos kifejezés, ugye az Obsitos az a kiszolgált katona, aki megkapta a végkielégítését, az obsitót, és innentől kezdve már nem tartanak igényt a szolgálatára. Hát mehetnek, ahova akarnak, egy régi világnak a letűnt képviselői, legalábbis Borsszem Jankó szerint. Aztán persze még sok minden lesz, amit ők befolyásolhatnak, de kétségkívül olyan hatások a politikára már nem lesz, mint eddig volt. És végül, de nem utolsó sorban következzen a kultúrharc. Az 1800-as évek második felében felgyorsulnak a szekularizációs folyamatok. A szekularizáció az az egyházi tulajdon magánkézbevételét jelenti, vagy esetleg ebben az esetben mondjuk úgy, hogy világi kézbevételét. És nem csupán a kézzelfogható ingó vagy ingatlan vagyonra kell itt gondolni, hanem azokra a jogokra és kiváltságokra, amelyre eddig az egyház gyakorlatilag kizárólagos jogot formált. Ilyen például, ugye nagyon sokáig az oktatás ilyen volt, de ilyen a házasságkötés, illetve az anyakönyvezés. Ez mind a kettő az egyház kezében volt, az egyház végezte ezeket a folyamatokat, vagy ezeket az adminisztrációs eljárásokat, és ezt fogja majd kivenni a kezéből a modern polgári állam. Ezt a folyamatot nevezik kultúrharcnak, tehát ennek a megvalósulását. Magyarországon 1894-95-ben hozzák az egyházpolitikai törvényeket. Az a Bekerle Sándor lesz a miniszterelnök ekkor, vagy ő a miniszterelnök, ez az első miniszterelnökségen, lesz még kettő, aki az előbb ugye, Tisza Kálmán mellett volt látható. És korábban meg pénzügyminiszter, egyébként hozzáteszem, hogy az első polgári származású miniszterelnöke volt Magyarországnak. Mit mond ki ez a kultúrharchoz kapcsolódó két törvény, amit itt a tankönyvben is találunk? A házasságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni. Polgári tisztviselő A. az anyakönyvvezető, B. a törvénybíróság első tisztviselője, C. a főszolgabíró, D. a rendezett tanácsú város polgármestere, E. az osztrák-magyar monarchia diplomáciai képviselője, konzulja és ezek helyettese. Előttük lehet a polgári házasságot megkötni, más előtt nem. A házassági ügyekbe való bíráskodás a királyi bíróságok hatáskörébe tartozik, azaz nem az egyházi bíróságokéba. Miért annyira fontos ez, hogy most az egyház kezéből kiveszik ezt a dolgot? Meg ugye mai ésszel ez amúgy is egy picit furcsa dolog, mert hogy hát akkor nem házasodnak össze, akkor mi van? Ez ma már nagyon sokszor így van, de abban az időben gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. Ilyen, hogy vadházasságban, úgynevezett vadházasságban éljenek együtt az emberek, magyarán hivatalos papír és hivatalos áldás, vagy házasságkötés nélkül úgy éljenek egy fedél alatt, és éljenek családi életet, hogy nincs rajta, tehát nem hivatalos a dolog, ez nagyjából elképzelhetetlen volt az emberek számára.
Mi a probléma mégis az egyházzal? Hát abban az esetben nincsen semmi probléma, hogyha azonos felekezethez tartoztak a házasulandók, tehát a leány meg az ifjú, hogyha katolikus volt, akkor elmentek a katolikus paphoz, aki összeadta őket, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Mondjuk az esetek többségében persze nem, de legyünk egy picit mesések mi is. Ugye a katolikus egyházban nincsen válás, a mai napig nincsen hivatalos válás, mert amit az Isten összeköt, az ember szét ne válassza. Ebben van is valami egyébként. De mi van akkor, hogyha összevesznek, vagy nem akarnak tovább együtt élni, akkor is együtt fognak élni, nincs válás, kész. Abban az esetben volt igazán komoly probléma, nem is a válásokról beszélünk, bár az is ugye gondot jelenthetett, hogyha nem azonos felekezethez tartoztak a felek. Tehát, hogyha mondjuk egy katolikus fiú, meg egy református leány szeretett volna összeházasodni, akkor ott probléma volt. Mert ott nagyon sok esetben, ugye hát eleve a katolikusok nem járultak sok esetben hozzá ahhoz, hogy a másik fél, tehát ilyen ökumenikus házasság ebben az időben nem volt, vagy az egyik, vagy a másik kész. És a katolikusok esetében reverzálist kellett adni a protestánsnak. A reverzális az azt jelenti, hogy hivatásos vagy hivatalosan aláír egy papírt arról, hogy a születendő gyermekeket a katolikus hitben fogják majd nevelni, tehát katolikus keresztséget kapnak, és a többi, és a többi. Zárójelben jegyzem, a keresztség az egy és ugyanaz, tehát ez minden keresztény vallásban ugyanaz, de most nem menjünk bele. Magyarán ehhez kötötték a házasság szentesítését a katolikusok, különben nem engedték az ifjakat egybekelni. Nyilván, hogyha elég nagy a szerelem, akkor meg tudja győzni arról magát az ember, hogy nem annyira fontos, hogy a gyerekeknek mi legyen a vallása, de bizonyára azért jó pár házasság megfeneklett, vagy házasságterv megfeneklett ezen az úgynevezett reverzálison. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy a zsidókkal kötött házasság, mert ugye itt keresztényekről beszélünk, egy zsidó és egy keresztény közötti házasság, hát az meg még komolyabb probléma, mert akkor ugye még be is kell keresztelkedni az egyházba. Hogyha az egyház kezében van a házasságkötés. 1894-95-ös törvények következtében, ez ugye 94-ben van, már az állam kezébe kerül, és innentől kezdve viszont köteles az állam előtt megesküdni mindenki, és az a törvényes, hogy először az állami szertartást kötik meg, és aztán pedig az egyházit. Nem menjünk bele, hogy manapság ez időnként fölborul, de ez a törvényes. A másik törvény, ugye az állami anyakönyvezésről szóló, a születések, házasságok és halál esetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítására kizárólag a jelen törvény értelmében arra hivatott közegek által vezetett állami anyakönyvek szolgálnak. Na most akkor, tehát ugye az állam a saját kezébe vonja az anyakönyvezést. Ez világos, de és akkor nincsen egyházi. Van, most is van egyházi anyakönyvezés, csak az nem hiteles. Tehát az nem az a mérvadó. Mindenki jegyezheti, családi bibliába is fölírhatjátok, hogy ki mikor született, meg halt meg, de az sem lesz hiteles. A hiteles az az állam által végzett anyakönyvi szolgálat, vagy az anyakönyvvezetés lesz. Pontosan azért, hogy nehogy az legyen, hogy mást írnak be esetleg, vagy nem hajlandóak megkeresztelni, vagy kekeckednek azzal, hogy tehát itt az adatokat manipulálják. Innentől kezdve az állam maga végzi ezt a feladatot, természetesen megfelelő fizetett tisztségviselőkkel, amiknek a képzését maga végzi az előbb említett oktatási törvénycsomag kapcsán, illetve az adókat ehhez összeszedi, de ez majd egy másik kérdéskörnek a problémája lesz. Jaj, bocsánat, még majdnem kihagytam a zsidó vallás emancipációját, olyan szépen lezártam, de a zsidó vallás emancipációja is ebben a korszakban zárul, vagy ebben a korszakban fejeződik be. A zsidó valláshoz tartozó emberek, tehát a zsidó hitfelekezetek tagjai teljes jogú állampolgárokká válnak, semmiből ki nem rekesztethetnek a törvény következtében, azaz, hogy az emancipáció, az egyenjogúsítás, ekkor végre elérünk oda, hogy a vallás nem számít már hivatalosan, mondjuk így, hogy hivatalosan nem számít a hivatal betöltése, vagy bármiféle dolog kapcsán,
és nem lehet akadálya az emberek boldogulásának. Azért ezek szép idők. Mindezek után nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy kitartottatok és végignéztétek ezt a videót. Hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm. Hogyha valamit elrontottam, vagy valami kérdésetek van, tegyétek föl kommentben. Esetleg, hogyha tetszett, egy lájkkal vagy egy feliratkozással tudjátok a tetszéseteket kifejezni. Külön köszönöm a csatorna támogatóinak azt, hogy velem vannak és kitartanak mellettem. Nagyon hálás vagyok nekik. Bíztatok másokat is erre a lehetőségre, de természetesen senkinek sem kötelező. Köszönöm, hogy itt vagytok, vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el mosolyogni. Sziasztok!